Balaton, megtelt a tó környéke a hosszú hétvégére. Idegenvezetés, a kaposvári székesegyház történetével ismerkedtek az érdeklődők. Lengyelországi turné, népszerűsítette a magyar hagyományokat a Somogy Tánc Együttes. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Megteltek a balatoni strandok, szállodák, magánszálláshelyek és vendéglátóhelyek is. Az ünnepi hosszú hétvégére egyre többen érkeznek a tóhoz, ahol a strandolás mellett számos fesztivál szórakoztató program várja az érdeklődőket. Az a helyzet, hogy igazából zsebkendőnyi területet már nagyon nehéz lenne foglalni, főleg ami az árnyékos részeket érint itt ezen a több száz méter hosszú strandon. A napos helyeket is egyre inkább foglalják el a ideérkező strandolók és fürdőzők. Jól látszik a képeken, hogy nagyon sokan vannak a parton, és nagyon sokan vannak a vízben is, ami nem is csoda, hiszen a víz hőmérséklete olyan 27 fok körüli, a levegőjé pedig jóval forróbb, 36 fokot is mértünk már a déli órákban. És azt tapasztaljuk, egészen a déli parton járva a strandokat, beszélgetve emberekkel, hogy mindenütt ugyanez a helyzet, tehát nagyon sokan vannak a strandon. Aki ide érkezett most a hosszú hétvégére a Balatonhoz, az biztos, hogy a legtöbb idejét napközben valamelyik strandon tölti, és ez jól látszik, hogy tele vannak a büfék is, a strandi büfék, de ugyanez igaz az éttermekre, és igaz inkább talán csak az esti órákról. És ha az esti órákról beszélünk, számos település készül a hosszú hétvégére különböző fesztiválokkal, vannak hagyományos fesztiválok, mint például Siófokon a bor és kenyér ünnepe, de holnap kezdődik Balatonbogláron a BB Szüreti Fesztivál, az is egy hagyományos rendezvény. Aztán vannak újítások, Balaton Szemesen például most egy háromnapos gyerekfesztivál vette kezdetét, holnaptól pedig ünnepi piknikre várják az érdeklődőket, számtalan neves fellépővel, kísérő programokkal, szórakoztató programokkal, és a fesztiválok jó részén gasztronómiai különlegességeket, illetve helyi borászok, vagy esetleg pálinka készítők italait is megkóstolhatják az ideérkezők. Felkészült a Balaton a hosszú hétvégére és az augusztusra, ez az, ami elmondható, és talán még az is, hogyha azt mondtuk, hogy a július erős volt vendégszempontból a Balatonnál, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy augusztusban majd a szakemberek egy hasonló véleményt fognak kiállítani, ezt fogják mutatni a statisztikák, hiszen a szállodákban már most sincs hely, magánszállás helyeken sincs hely, és van egy rossz hírem azok számára, akik most gondolnak arra, hogy esetleg elinduljanak a Balatonra, nagyon-nagyon nehéz lesz üres vagy szabad szállást, szobát találni. A nyári növények országszerte szenvednek a szárazságtól, a hosszú hétvégén érkező csapadék azonban csak kevés helyen enyhíti számottevően az aszályt. A forróság is csak lassan és kismértékben enyhül, írta a Hungaromet Zrt. Agrometeorológiai elemzésében. A sok éves átlaghoz képest 20-60 mm-rel kevesebb csapadék hullott. A felső talajréteg az ország középső tájain, a talaj felső 1 méteres rétege az ország túlnyomó részén kritikusan száraz. A vegetáció bő két héttel előrébb jár a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál még az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. Az előrejelzés szerint a hétvégéig marad a forróság, hétfőtől is csak kismértékű enyhülésre van kilátás, ugyanakkor záporok, zivatarok frissíthetik fel átmenetileg a levegőt. A kánikula miatt sok belgyógyászati, kardiológiai beteget kell kórházba szállítani, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője pénteken az MTI-vel. Györfi Pál azt írta, hogy sok beteg kerül kórházba a kánikulában, a mentők eset száma az átlagos 3500 helyett 4000 fölé emelkedett. A szóvivő fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedő emberek panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen, súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívószámot. Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sulyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke, Lőrinc Sándor újságíró, író, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy vármegyei kirendeltségének társadalmi kapcsolatokért felelős referense részére. Lőrinc Sándor Somogy vármegye szépségeit és kiválóságait népszerűsítő alkotómunkája, a Magyar Katolikus Egyház értékeit bemutató több évtizedes írói és újságírói tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben. Az elismerést a Belügyminisztérium Márvány aulájában Pintér Sándor belügyminiszter adta át.
Rendhagyó idegenvezetés keretében ismerhették meg az érdeklődők a kaposvári Nagy Boldogasszony székesegyház történetét. A vendégeknek az érsekség sekrestyése és a korábbi restaurálás vezetője árult el több érdekességet az épületről. A programot a Kaposfest keretében szervezték meg. Minden második ilyen cikcakban, minden második osztóf fő fölé sikerült nyílt égésterű gáz hőlékbe fogókat tenni. 2022-ben adták át a teljesen felújított, restaurált Nagy Boldogasszony székesegyházat Kaposváron. Az épület 1993 óta nem csak plébánia templom, hanem az új kaposvári egyházmegye székesegyháza is. Aki látta a felújítás előtti állapotot, az tulajdonképpen az bejön a templomba, és az előtte-utána állapotra akkor van egy ilyen wow élmény, ezt nem tudom másként megfogalmazni, mert hihetetlenül színes lett és világos lett az egész templom belső. Ez az egyik legfontosabb. Maga nemében nem egyedülálló ez a díszítés stílus, ez tökéletesen illeszkedik abba a 19. század végi díszítőfestési eljárás módba, mint akár a pécsi bazilikát tekintjük, vagy a Mátyás templom, országház, stb. Tehát igazából ilyen szempontból illeszkedik ebbe az egészbe, és itt maga az, hogy hihetetlenül színessé vált, és ez az élmény az, ami nagyon fontos lehet a kaposváriaknak. Itt mind az üvegablakok tekintetéről beszélünk, mind a falképről beszélhetünk. A Kaposfest keretében ezúttal a nagy érdemű is sok érdekességet, kulisszatitkot tudhatott meg az épületről. A többi között azt, hogy ez már a harmadik templom ezen a helyen. A szakemberek pedig szívesen mesélnek az érdeklődőknek a történetéről. Szép, színes, nem biztos, hogy el tudja mondani. Így, hogy kicsit hogy ráirányítjuk a figyelmet, az, hogy ki és mikor és miért dolgozott és hogyan, ez nyilvánvalóan egy kicsit megnyitja a nézőpontot egyéb templomok felé is. A Kaposfest keretében a Székesegyház több koncertnek is helyet ad ezen a hétvégén, de a Szivárvány Kultúrpalota és a Református templomba is érdemes ellátogatni. A magyar sertés, a baromfi és tejágazat teljesítménye európai uniós összevetésben is kiemelkedően növekedett 2024 első felében, valamint jelentősen emelkedett a juh és szarvasmarha élőállat export mértéke is. A piaci környezet jótékony változásai és a gazdálkodói likviditást fenntartó, illetve a fejlesztéseket finanszírozó kormányzati segítség az idén már jól látható erősödést eredményezett az állattenyésztésben, közölte egy interjúban Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Az élősúlyban számított vágások területén a baromfi esetében több mint 14%-os, a sertésvágásoknál pedig 8%-ot meghaladó növekedés figyelhető meg. A szarvasmarha ágazatban az élő állat kivitel mennyisége 2024. januárja és májusa között jelentősen közel 12%-kal nőtt, amíg a juh ágazatban a hazai statisztikai adatok szerint több mint 25%-kal emelkedett. Az államtitkár szerint az állattartók kedvezőbb gazdasági környezetét jelzi, hogy több ágazatban a hazai és a külföldi fogyasztás élénkülése mellett a felvásárlási árak normalizálódtak vagy emelkedtek, párhuzamosan csökkentek a finanszírozási költségek vagy a takarmányárak árszínvonala is. Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok programsorozatát a Zánkai táborban tartott sajtótájékoztatóján a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicsko István közölte, a kezdetektől ez év végéig hozzávetőleg 1.400.000 táborozó vesz részt a programsorozatban. Hetente turnusonként 3.000 táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál, ahol szerdánként 10 héten át a Hősök napja programokon mutatkozik be a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Sportszövetség, a rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság és Katasztrófavédelem, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a Terrorlerhárítási Központ és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. Az idén először a készenléti rendőrség munkatársai is interaktív bemutatókat tartanak. A rendezvény több ezer gyermek számára nyújt lehetőséget arra, hogy olyan hivatásokat ismerjenek meg, amelyek közül esetleg később ők is választhatnak, jelezte Simicsko István. Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás, júliusban 350.000-en dolgoztak így. Az adózása is egyszerű és kedvezményes ennek a foglalkoztatási formának, de nagyon sokat kockáztat az, aki elfelejti bejelenteni az alkalmi munkavállalóját, hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Kiemelték, hogy aki elmulasztja, szabályszerűen bejelenteni az alkalmi és idénymunkát, az augusztus 1-től 1 millió helyett már 2 millió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként. Az ilyen súlyos szabálytalanságot elkövető munkáltató 2 évre felkerül a NAV illegális foglalkoztatók szégyenlistájára, és 2 évig nem kaphat semmilyen költségvetési támogatást, figyelmeztetett az adóhatóság. Szintén 2 évre az adózói besorolása kockázatos minősítésű lesz. Kitértek arra is, hogyha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor erre az átmeneti létszámnövelésre jelenthet megoldást az egyszerűsített foglalkoztatás. Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvetően 2 féle munka lehet, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka, illetve alkalmi munka. Somogyi, Rábaközi, Mezőségi és Vajdaszentiványi koreográfiákkal is készült lengyelországi vendégszereplésére a Somogy Tánc Együttes. A táncosok és a Somogy Zenekar szerb, kolumbiai, kenyai, francia és lengyel csoportokkal együtt lépett színpadra. Oklevéllel, emlékplakettel és számtalan élménnyel tértek haza Lengyelországból a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar tagjai, akik egy hetet töltöttek Csegonban a 32. Nemzetközi Folklór Fesztiválon. Magyarországot egyedüli együttestként képviselték a somogyosok, akik 1999-ben már vendégei voltak ennek a fesztiválnak. Azért fontosak számunkra ezek azon túl, hogy megmutatjuk hazánk, nemzetünk kultúráját. Nagyon fontos a táncosaink szempontjából, hogy tudjanak ismerkedni, ismerjenek meg más nemzeteknek a kultúrájából, ismerjék meg, hogy viselkednek a színpadon, hogy dolgoznak, hogy készül egy koreográfiájuk, tanulják egymás táncát, énekét, zenéjét. Úgyhogy nagyon jó közösségi hangulat alakult ki, nagyon jó meg volt szervezve, hiszen a 32. fesztiváljuk, tehát volt tapasztalata a helyieknek, komoly színpadi körülmények között dolgozhatunk és hangtechnikával, tehát jó színvonalú előadásokat lehetett nyújtani. A Somogy Tánc Együttes mellett lengyel, szerb, kolumbiai, kenyai és francia néptánc csoportok léptek közönség elé különféle produkciókban. Nem lehetett ugyanazokat a koreográfiákat, hanem arra kérték az együtteseket, hogy mindig újakat mutassanak be előadásra. Készült megnyitó koreográfia, amiben az összes csoport részt vett, készült záró, finálé jellegű koreográfia is, és hát természetesen ugye sokan tudjuk, hogy lengyel-magyar két jó barát van ez a mondás. Ez alapján a helyiek kérték, hogy készítsünk egy olyan koreográfiát, amiben a lengyelek és a magyarok fognak táncolni, és a lengyelek és a magyarok fognak zenélni közösen. Egy magyar összeállítást, egy csárdás jellegű zenét kellett szolgáltatnunk. A Somogy Tánc Együttes a többi között Somogyi, Rábaközi, Mezőségi és Vajdaszentiványi táncokkal, Turi Endre koreográfiáival készült a lengyelországi fesztiválra. Nem csak a saját régiónknak a táncait vittük, hanem szokásunkhoz hűen Kárpát-medence különböző tájegységeit céloztunk meg. Ez azért is szoktuk ezt alkalmazni, hogy egyrészt sokkal színesebb, átfogóbb képet kapjanak a történelmi Magyarország néptánc és népzene kultúrájáról. Másrészt hát a viseletek is, ugye más tájegységen vagyunk, más viseletet kell felvenni, tehát annak a színességét is sokkal jobban tudtuk tükrözni. A fellépések mellett esti közösszenélések is színesítették a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar tagjainak lengyelországi programját. A somogyiak sikerét mutatja, hogy már most felkérést kaptak egy jövő évi lengyel fesztiválra. Balaton, megtelt a tó környéke a hosszú hétvégére. Idegenvezetés, a kaposvári székesegyház történetével ismerkedtek az érdeklődők. Lengyelországi turné, népszerűsítette a magyar hagyományokat a Somogy Tánc Együttes. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió YouTube csatornájára, valamint Facebook oldalára is kattintva. Ennyi fért ma esti híradónkba, ha tetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!